Boldog szombatot kívánok mindenkinek továbbra. Remélem, hogy mindenkinek sikerült pihenni, és hogy új energiával együtt lehetünk. Egyeseket ismerek, egyeseket pedig nem, úgyhogy bemutatkozom egy kicsit. A nevem Szallos Farkas Konrád. Én származásilag erdélyi vagyok, azonban Nagy-Britániában nőttem fel, emiatt nem is beszélek teljesen helyesen magyarul, hanem én angolul beszélek első nyelvként, mai napig is a szüleimmel, a testvéremmel angolul beszélek. Azonban visszaköltöztem Romániába 2009-be, és 2009 és 2012 között elvégeztem a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen a táplálkozástan és dietetika szakot, lediplomáztam 2012-be is, hogy 2,5 hétre, 3 hétre rá, miután lediplomáztam, nekifogtam az általános orvosinak, 12-től egészen most szeptemberben végzem az általános orvosit, és akkor azzal remélhetőleg egyelőre megvannak a szükséges egyetemi tanulmányok, hogy fogjak neki dolgozni. Aztán később szeretnék egy doktorátust is, de azt nem kimondottam most közvetlen, ami után végeztem. Most egy kicsi pihenés is rám férne. Tehát ez vagyok én. Jelenleg, ahogy mondtam, akkor még mindig Erdélyben lakom. Most pont azért vagyok itt, átmenőbe vagyok Budapesten, mert megyek Svájcba egy biciklitúrára, és akkor itt vagyok egy dubával, ott vannak a biciklik és a felszerelés, és avval kimegyünk egészen Svájcig barátokkal, és egy több napos biciklitúrán fogunk részt venni. Örülök, hogy együtt lehetünk, örülök, hogy a meghívásnak, amit adtatok, és remélem, hogy hasznos is lesz. Mivel nekem a hátterem nagyon is az egészségügyben van, ugyanakkor van egy hátterem a lelki téren is, édesapám az adventista teológián Bukarest mellett teológia tanár, úgyhogy én szeretek beszélni az egészségről és az ilyen teológiai dolgokról is, mivel ez egy része az érdekkörömnek. Ma pedig szeretnék beszélni egy olyan dologról, ami nekem személyesen nagyon sokat segített. Tavaly, mikor Amerikában voltam, vettem egy könyvet, amit miután visszajöttem közvetlen, kétszer egymás után kiolvastam, és úgy éreztem, hogy nagyon sokat segített javítani a gondolkodásomon. És ennek a könyvnek az adatait feldolgoztam, persze nem lehet az egészet, hanem egy kis részt, a lényeget mondjuk feldolgoztam, és elő szeretném adni. A könyvnek a címe le is volt fordítva magyarra, és nagyon szerettem volna, hogy tudjak megvenni belőle egy példányt, azonban már nincsen. 2004 körül le volt fordítva, az a neve magyarul, hogy az igazságot mondd magadnak. A CLC árulta, és valószínű kifogyott, és nem került megint nyomdára sajnos. És hogyha valakinek netán megvolna, akkor engem érdekelne, hogy tudjak róla. A magyar könyv a borítója így nézett ki, az angol könyv, az eredeti pedig így néz ki, és az a címe, hogy Telling Yourself the Truth. Az író William Backus és Mary Chapin, akik mind a ketten keresztény pszichológiai szaktanácsadók, és egy olyan programot dolgoztak ki, ami bibliai elvekre van felépítve, és én, amikor alkalmaztam, nagyon-nagyon hasznosnak találtam, hogy javítsam a saját gondolkodásomat. Mostanában nagyon sok ilyen pop-pszichológia anyag létezik, és egy része belőle, én nem tartom megbízhatónak, tehát a források, ahonnan jönnek, nem a legmegbízhatóak. Ezt a forrást azonban egészségesnek és megbízhatónak találtam. És a módszer, amit használnak, egy olyan módszer, ami nagyon-nagyon jól működik azoknak az életében, főleg akik küszködnek a depresszióval és a szorongás betegségével. Azonban az alapelvek, amik le vannak írva a könyvben, azok működnek bárkinek az életében, pont azért, mert mindegyikünknek van olyan része az életünkben, és a végén szerintem jobban át fogjátok látni, ahol bizonyos dolgokat gondolunk, de nem gondoljuk helyesen. Ez nem azt jelenti, hogy depressziós vagy szorongásos betegekkel legyünk, hanem szimplán bizonyos dolgokat nem fogtunk fel,
jól. Nem, ez egy kicsit későbbre van. Tehát a jegyzeteim ezen a számítógépen vannak, csak erről nem tudok vetíteni. Azért van ez. Egy pillanatot. Csináljak magamnak helyet. Mindenki azt hiszem egy adott pillanatban az életbe megkérdezi magától azt, hogy miért érzem így magam. Egy bizonyos féleképpen érzem magam egy bizonyos helyzetben. És gyakran egy ilyen automatikus emberi reakció az, hogy találjunk egy rajtunk kívül levő okot azért, hogy miért érezzük magunkat egy adott féleképpen. Például szeretünk másokat felelősségre vonni. Azt mondjuk, hogy át a feleségem miatt ő az, aki miatt így érzem magam, vagy ez teljesen a férjem hibája. Vagy lehet, hogy azt mondjuk, hogy a munkahelyem, mert nem kapok elég tételt a munkahelyemtől. Vagy lehet, hogy azt mondom, hogy a barátaimban, vagy a gyerekeimben csalódtam. Vagy a lelkész a hibás szerintem, mert azért, hogy én így érzem magam. És mindig próbálunk valakit találni gyakran, de valamit is, amire rákenjük a felelősséget azért, hogy hogy érezzük magunkat. A valóság az, hogy senkinek nincs tökéletes élete, és senkinek nincsenek tökéletes körülményei. De miért van az, hogy ebbe a nem tökéletes világba egyesek jól tudják érezni magukat, és mások, van, aki egyfolytában rosszul érzi magát, és van, aki átmegy fázisokon, amikor nem érzi jól magát. A könyvből, mivel ezek a szaktanácsadóknak, ezeknek a szaktanácsadóknak volt páciensük is, leírnak esettanulmányokat is a könyvben. És az egyik ilyen esettanulmány egy emberről szól, akinek az Ádám nevet adjuk, és Ádámnak az élete lényegében zátonyra futott. Ő egy keresztény volt, és majdnem az egész életében hitt Istenben, és 15 év házasság után egyedül azt találja az életében, hogy egyedül van, a családja nincs mellette, és egy válással áll szembe, amit nem ő akart, tehát a felesége akarta. És azt hitte, hogy vége a világnak. Nagyon nyomorult volt, nagyon rosszul érezte magát, és sok este úgy próbálta kezelni a rossz érzéseit, hogy elkezdett inni, tehát hogy alkoholt fogyasztott. Annyira szomorú volt, hogy egy idő után kezdett vágyodni a halál után, mert nem látott semmilyen fajta kiutat a helyzetéből. Eldöntötte, hogy egy keresztény tanácsadóhoz fog menni, és ebbe az esetben az egyik írója volt a könyvnek, segítségért. Mikor elkezdték a kezelést, lassan elkezdte látni Ádám azt, hogy az élete nem kell véget érjen először is. Ez nagyon fontos, mert az öngyilkosság az mai nap is probléma. Magyarországon nem tudom a statisztikákat, azonban világszinten, nyugati országokban mindenképpen az öngyilkosság egy valós probléma, és az egyik, főleg a fiatal generációban egy problémásabb ok lehet az elhalálozás irányában. Tehát Ádámnak ezek az öngyilkos gondolata is elhagyták, miután kezdett evel a pszichológussal, keresztény pszichológussal dolgozni. A hite Istenben elkezdett nőni, és elkezdte Istent egy olyan személynek látni, aki jót ad, és megismerte őt egy új dimenzióban, és így lassan az élete is kezdett változni. Ádám saját szavaival a következőképpen magyarázta. Egy nap, amint saját szomorúságomban fetrengtem, hallgattam a magamnak mondott szavakat, olyan dolgokat, mint ó, mi értelme van, teljesen egyedül vagyok, senki nem szeret engem, vagy törődik érettem, senki nem akar velem lenni, eltaszított és haszontalan vagyok. Egyből lesokkoltam. Gondoltam magamban, mit is mondok magamnak? Ebből a példából az egyik, vagy az első fontos dolgot tanuljuk meg, és pedig azt, hogy Ádám elkezdte megkérdőjelezni az önbeszédét, és felismert valami gyökeresen hibásat a saját önbeszédében, mármint abban, amit ő mondott saját magának a fejében.
Rájött arra, hogy a depresszió nem a közelgő válása miatt volt, hanem a magának mondott szavak miatt a válásról. Na most ezt fontos, hogy értsük meg. Tehát az, ahogy ő érezte magát, nem a válás miatt volt, hanem amiatt, amit ő mondott magának a válásról. És itt van egy fontos különbség. És fogok adni, hogyha megértjük ezt a gondolatfolyamatot, fogok adni egy bibliai példát arról, hogy miért nem mindig a környezet a legfontosabb dolog, amikor az érzelmeinkről beszélünk. Emiatt elkezdte helyettesíteni a mondatokat, amiket magának mondott, helyes gondolatokkal. Ez nem volt könnyű, és amiután elolvastam a könyvet, és elkezdtem én is próbálni gyakorolni, alátámasztom, hogy ez nem könnyű. Amint elolvastam a könyvet, én is rájöttem bizonyos ilyen gondolkodási hibákról a saját fejembe, és miután felismertem, és próbáltam őket helyettesíteni, az agynak a tendenciója az, hogy mindig menjen vissza arra, ami a legkönnyebb, arra, ami a szokott. És hogyha jól be vannak már vésve ezek a helytelen gondolkodási sémák, akkor az agy gyakran ezekhez fog mindig automatikusan visszafordulni, és az elején, ameddig átneveljük a gondolkodásunkat, energiát fog felvenni, hogy folyamatosan tegyük vissza az agyunkat egy helyes vágányra, amikor visszamegy a régi szokott helytelen vágányra. Ádám is ezt tapasztalta, de erőfeszítéssel és kitartással meg tudta változtatni a gondolkodását. Nem adta be a derekát ezeknek a negatív gondolatoknak, amiket mondott magának az önbeszédében. Adok néhány példát az önpusztító mondatokról, és hogy Ádám aztán mivel helyettesítette ezeket. Például az elején azt mondta magának, hogy én egy kudarc vagyok, és semmire sem jó. És gyakran az embernek van egy ilyen tendenciója, hogy egy negatív helyzetben menjen egy ilyen extrém álláspontig, hogy azt mondja, hogy semmire nem vagyok jó, hogy haszontalan vagyok. És Ádám ebben a nagyon, nagyon negatív helyzetben, neki fájdalmas helyzetben pont ezt tette. És mikor felismerte, hogy azt a hazugságot mondja magának, hogy én egy kudarc vagyok, és semmire sem jó, akkor azt helyettesítette az igazsággal, és az igazságot mondta magának. És pedig azt mondta, hogy a házasságom kudarcot vallott, de engem mélyen szeret Isten, tehát én fontos vagyok. Persze fontos azért, mert Istennek mindenki fontos. Tehát az igazságot magadnak mondani nem kéri azt, hogy a valóságot tagad meg. És lehet ez a másik probléma, hogy úgy érezzük, hogy azért, hogy legyek boldog, vagy legyek jó keresztény, úgy kell tegyem magam, mintha nincsenek problémáim. És ez a megközelítésre, ez a pszichológiai megközelítés ebbe a könyvben nem ezt kéri a páciensektől, vagy azoktól, akik akarják alkalmazni. A valóságot be kell vallani, de a valóságról az igazságot is kell mondani. És ebbe az esetben Ádám rájött arra, hogy a valóság az, hogy válláson megy át, és fájdalmas, és kellemetlen. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ő egy haszontalan személy, vagy hogy ő nem fontos. Egy másik hazugság, amit mondott magának. Olyan magányos és nyomorult vagyok. És avval helyettesítette ezt, hogy egyedül vagyok, de nem vagyok magányos. És itt van egy nagy különbség. Tehát egyedül lenni az egy dolog. Lehet, hogy egyedül vagyok egy szobában, de a kereszténynek, amennyiben van Istene, soha nem magányos. Tehát Isten mindig velünk van, mindig bennünk van, és mindig őt rá támaszkodhatok erőért. Tehát igen, van, amikor magányosnak, vagyis egyedül érezzük magunkat, de ez nem azt jelenti, hogy valóban egyedül vagyunk. Isten mindig ott van érettünk. Tehát megint látjuk, hogy Ádám felismert egy valóságot, hogy abban a pillanatban családja nélkül, felesége nélkül volt, de nem azt jelenti, hogy abszolút minden élő lény az univerzumba elhagyta őt, hanem ott volt Isten, és emiatt ő nem volt magányos. Vagy még egy. A családomtól el vagyok választva, és számomra többé nincs több öröm.
Ezt a hazugságot avval helyettesítette, hogy a családomtól el vagyok választva, és ez fáj nekem. Tehát a fájdalmakat nem kell eltaszítani, mint valami, ami nem valós. Ez neki fájt. De azt mondta tovább, hogy képes vagyok tevékenykedni még akkor is, ha a bensőn fáj. Tehát felvállalja az életnek a kihívásait, és ameddig ez a fájdalmas periódus lejár az életében, addig ő még próbál tovább küszködni, hogy a mindennapi felelősségeit tudja végezni. És ez egy sokkal egészségesebb hozzáállás, amiben az igazságot mondja magának, és helyes szemszögből méri fel az élethelyzetet, amiben találja magát. Ádám különben teljesen elhagyta az alkoholt, miután elkezdte folytatni ezeket a gondolatjavító terápia módszereket, és elkezdett vitázni és érvelni a pusztító mondatok ellen, amit mondott magának azelőtt. És azt mondta, hogy csak azért, mert egyedül vagyok, nem azt jelenti, hogy magányos is kell legyek. Az igazságot mondta magának, és ezt a lehetőséget az élet, és azt a lehetőséget az életbe kihasználta, hogy ünnepelje, élvezze és gyönyörködjön Jézus Krisztus jelenlétéért az életében. Mert akkor még közelebb került Istenhez azáltal, hogy elkezdte helyesen látni a helyzetet, amiben találta magát. Ádámnak a körülményei különben nem változtak meg, de amit mondott magának, a körülményeiről megváltoztak. És ez a nagyon fontos gondolat, hogy gyakran a körülményeink nem változnak meg. De ahogy feldolgozzuk a körülményeinket, az nagyon megváltoztathatja, hogy hogy érezzük magunkat. És jól tudjuk érezni magunkat nehezebb körülményekben is, hogyha helyesen az igazsággal dolgozzuk ezeket fel. Felfedezte Ádám lényegében, hogy az a sok hazugság, amit mondott magának, azok Sátántól jöttek. Amint látjuk Ádám tapasztalatából, nagyon fontos, hogy mi történik a belső világunkban, mit mondunk magunknak arról, ami körülvesz minket. Lényegében ez a belső beszéd, ezt önbeszédnek nevezzük, és az önbeszédnek több szemszöge van, vagy nem is tudom, több részből áll. Azt találjuk, hogy sok ember, aki depressziós vagy szorongás betegségben szenved, sok téves nézőpontot vagy tévhitet szorakoztat, és ezek a tévhitek, most mikor azt mondom, hogy tévhit, ne gondoljatok kimondottan vallásos hitről. Itt téves felfogások az életről, az emberekről, magamról, a helyzetemről, itt arról van szó, mikor a tévhit szót használom. Tehát sok depressziósnak és szorongásos betegnek sok tévhite van. Csak ők nem ismerik fel, hogy tévesen fogtak fel dolgokat az életről, és ezek a téves gondolatok általában negatív érzelmekhez szoktak vezetni. És azt találjuk, hogy nagyon sok ilyen beteg, hogyha elkezdesz beszélni veled, és hogyha te önmagad ismered a téves gondolkodási sémákat, amiről egy másik pszichológus írt egy könyvet, és felvázolt főleg 10 téves gondolkodási sémát, amely majdnem mindig negatív érzelmekhez szokott vezetni, tehát rosszul érzed magad, vagy rólad, magaddal kapcsolatosan, vagy a családod, vagy a helyzeteddel kapcsolatosan. Ezek a negatív érzelmek pedig fenntartják a depressziós helyzetet, vagy azt a feszültséget, azt a szorongást a szorongásos betegek esetében. És ezek a dolgok persze nagyon megkeserítik az életünket, úgy, ahogy ezek a téves dolgok megkeserítették Ádámnak is az életét. Tehát mi is ez az önbeszéd? Az önbeszéd az minden gondolat, amit szavakba teszünk a bensőkbe. Mindenkinek van egy ilyen dialógus a saját magával. Tehát azt mondjuk, hogy a bolondok beszélnek csak magukkal, az nem teljesen igaz. Mindenki beszél saját magával, csak a bolondok általában hangosan beszélnek saját magukkal. Legtöbben csendben beszélünk, de mindegyikünk beszél saját magával. Tehát ezek a belső beszédek, amiket szavakba teszünk, ezek az önbeszédünk, de nem csak. És ez a fontos része, az önbeszédhez tartozik az is minden, amit érzünk egy adott helyzetről, személyről, vagy személyekről, körülményekről, és minden hozzáállásunk is
És még egy nagyon fontos dolog, minden belső kép vagy helyzet, amit felvetítünk az agyunknak a vásznára. Mindenkinek van egy ilyen képessége az agyába, hogyha például elő akar szedni egy gondolatot 10 évvel ezelőttől, előszedheti, és mintha volna egy vetítővászon, fel tudja vetíteni, és újra tudja nézni, újra tudja tapasztalni azt a helyzetet megint. Vagy, hogyha nem is valós helyzetről, el tud képzelni egy helyzetet, és fel tudja vetíteni az agyának a vásznára, mintha az valóban megtörtént volna. Na most, ezek összben, tehát minden gondolat, amit valóban szóba teszünk, de azok a gondolatok is, amiket nem teszünk szóba, például a hozzáállásunk, ezek a belső képek, és azok az érzések, amiket emberekről, helyzetekről és magunkról érzünk, ezek mind a belső beszédünkhöz tartoznak. És a probléma az, hogy van, amikor a hibás gondolkodás egy olyan részéhez tartozik a belső beszédünkhöz, amit soha nem tettünk szavakba. Történik valami, átmegy rajtam egy kép, és azután rosszul érzem magam. És hogyha nem állok meg, hogy gondolkozzak, hogy mit is láttam most magam előtt, vagy mit is képzeltem el, és mikor persze felteszem magamnak a kérdést, akkor elkezdem szavakba tenni, és átgondolni azt, amit láttam, akkor ismerjük fel, hogy különben mit láttunk, és hogy miért volt helytelen. De hogyha nem tesszük meg, akkor gyakran átmegy rajtunk ez a folyamat, és avval ébredünk fel, hogy nem érezzük jól magunkat. Tehát ez összben az önbeszédünk, és a valóság az, hogy több, mint valószínű, hogy a legtöbbünk az önbeszédében vannak olyan dolgok, amiket soha az életben nem elemeztünk. Ez majdnem garantált. Emberek vagyunk, foglaltak vagyunk, és nincs mindig időnk, hogy álljunk meg, és elemezzük a saját gondolatainkat. És akkor ezek a hibás gondolatok, mivel nincsenek elemezve és felismerve hibásként, megmaradnak mindegy része a mindennapi gondolkodásunknak. Az önbeszédünk nagyon erősen hat a felfogásainkra magunkról, az életről, a körülményeinkről, Istenről is, és másokról, más emberekről. Emiatt kritikusan fontos, hogy az önbeszédünk igaz legyen, tehát hogy az igazságot mondjuk magunknak, és innen is kapja a könyv a címét. Ez azt is kéri, hogy az igazságot ismerjük, mert ugye, hogyha fel akarod ismerni a helytelent, kell ismerjed a helyest. Például, amikor azok a személyek, akik, most már nem tudom, hogyha ugyanígy működik, de évekkel ezelőtt, akik fel kellett ismerjék a hamis papírpénzeket, őket nem úgy tanították a hamisra, hogy nagyon sok hamis kiadványt mutattak nekik, hanem nagyon részletesen meg kellett tanulják az igazat. Annyira, hogy amikor valami kezükbe kerül, ami eltér az igaztól, nagyon könnyen felismerik. Tehát az igazságot kell ismerjük. Az igazság ugye az a Bibliában van, az igazság két részből áll, az igazság mint személy, aki önmaga Jézus, és az igazság mint elmélet. És az igazság mint elmélet, az le van írva a Bibliában. És meg kell ismerjük mind a kettőt, mert ezek lesznek azok a dolgok, amelyek segítenek, hogy helyes vágányra tegyük a helytelen gondolkodásunkat. A Biblia azt mondja, hogy mi pedig, és ez 2 Korintus 3.18-ban van leírva, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát, amit nézel rendszeresen, az megváltoztat. Ezt akarja mondani ezt a Biblia vers. Hogyha Jézust nézed rendszeresen, olyanná leszel, mint ő, ha pedig hamisságokat, akkor olyanná leszel, mint azok a hazugságok vagy hamisságok, amikre szoktál tekinteni. És ez egy nagyon fontos dolog ebbe a kontextusba, mert hogyha rendszeresen ilyen hamis gondolatokat fenntartunk, akkor ez meg fog változtatni minket negatív irányban. Ha hamisságokat nézünk, ezek le fogják rombolni az életünket, ha pedig az igazságot mondjuk magunknak, ez fel fog építeni. Mert az igazság, ami mondtam, egy személy, és amikor az igazságot mondjuk magunknak, akkor elkerülhetetlen, hogy közelebb kerüljünk az elméleti igazságok forrásához, az igazság mint személyhez. Tehát az igazság közelebb hoz Jézushoz.
Tehát ez közelebb fog keríteni, vinni minket Istenhez, és ezért volt az, amit Ádám is tapasztalt, hogy miután elkezdte az igazsággal helyettesíteni a helytelen gondolatait, elkezdte azt felfedezni, hogy közelebb került Istenhez abba a negatív helyzetbe, amiben volt. Na most a könyvnek az írói ezt a terápiát úgy nevezik, hogy téves nézet terápia, misbelief therapy angolul, egy kicsit jobban jön ki angolul, mint magyarul, sajnos nem lehetett jobbféleképpen fordítani, de téves nézet vagy nézőpont terápia. Egy fontos eleme az, hogy az ember értse meg, hogy nem a körülményei vagy más emberek felelősök azért, hogy ő hogy érzi magát, hanem ő saját maga azáltal, hogy mit mond magának benn az önbeszédében, arról az adott körülményről vagy helyzetről. Erre van egy fantasztikus bibliai példa, és ezt megtaláljuk Apostolok cselekedeti könyvében 16:22-ben. Olvasom. Így írja. Tehát itt Pálról van szó, Pál és Silásról ebbe a Biblia részben. Írja, hogy és velük egyben feltámad a sokaság ő ellenük, ő már, mint Pál és Silás ellen, a bírák pedig letépetvén ruháikat, megveszöztették őket, vagy megkorbácsolták, megostorozták őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vették őket, megparancsolva a tömlöctárnoknak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén veti őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorítá. Tehát Pál és Silás ebbe a helyzetbe, mikor már ott vannak a tömlöcbe, a hátuk véres, az százas, mert jól megostorozták őket. Lehet, hogy már a vér rá is száradt a bőrükre. Ott ülnek egy sötét, nedves, valószínű retkes börtönbe, abban az időben nem voltak olyan kondíciók a börtönben, mint ma. Lábaikkal bezárva kalodába. Tehát elképzelhetitek, hogy mennyire csillagos, ötös, itt egytől ötig van, igaz a rendszer? És egy vagy ötös a legjobb? Az ötös. Tehát csillagos, ötös, ilyen hotel kondíciókba találják magukat ott Pál és Silás. Egy ilyen nagyon vendégszerető tapasztalat és kezelés után. És azt írja a 25. vers a fejezetben, hogy éjféltájban pedig Pál és Silás elkezdtek sírni, mélyen zokogva amiatt, hogy ebbe a helyzetbe kerültek, mondván bárcsak nyelni el a föld ezeket a gonosz pogányokat. Ezt mondták? Ki tudja a történetet? Énekeltek. Tehát igazán a Biblia azt írja, hogy imádkozván énekel dicsőítették az Istent, a foglyok pedig hallgatják vala őket. Átmentek egy borzasztóan traumás helyzeten. Igazságtalanul megverték őket, azután börtönbe zárták, és ráadásul nem csak bármilyen cellába, hanem a legbelső cellába, és nem csak, hogy bezárták őket cellába, hanem a lábaikat is még ráadásul bezárták. Valószínű hideg, nedves, kellemetlen volt, a hátuk annyi ostorozás után véres volt, valószínű minden porcikájuk fájt már abban a pillanatban. Éjféltáján valószínű nem tudtak aludni, mert hát ha a lábad be van zárva és ülsz, akkor csak a hátadon tudsz feküdni, és a hátuk véres, és valószínű, hogy nyílt sebes volt. Ennek ellenére, ez a borzasztó helyzet, fájdalmas helyzet ellenére nem síránkoznak, hanem azt írja, hogy imádkoznak, énekkel dicsőítik az Istent. Mi tette azt, hogy ebbe a rossz helyzetbe ők nem érezték rosszul magukat? Tehát valami történt, és az a valami az nem kint történt, hanem benne a fejükbe történt, hogy annyira megváltoztatta a felfogásukat a helyzetről, hogy ők jól tudták érezni magukat egy nagyon rossz helyzetben is. És ez a valami, ami történt, ez lényegében az önbeszédükben történt, Pálnak és Silásnak az önbeszédében. És itt rejlik a titok, hogyha megértjük ezt, és megértjük, hogy miből áll ez, akkor mi is bármilyen negatív vagy rossz helyzetbe kerülünk, nem kell rosszul érezzük magunkat kimondottan abba a helyzetbe. Az, hogy mi hogy érezzük magunkat egy helyzetbe, az tőlünk függ, és attól, hogy mit mondunk magunknak az önbeszédünkbe. Tehát ez volt az, amit különben a végén Ádám is megtanult, hogy az önbeszéde, vagyis a körülményei nem kell meghatározzák, hogy ő hogy érzi magát.
Ha ragaszkodott volna az abszurd téves nézeteihez, a tévhiteihez, akkor lehet, hogy már rég bánatában és boldogtalanságában a sírjába került volna öngyilkosság által, de mivel ő szembe nézett ezekkel a helytelen gondolkodásokkal, és elkezdett küzdeni ellenük, ő nem oda került, hanem pont az ellentéte, hogy megjavult a helyzet, vagyis megjavult a gondolkodása, ha bár a helyzete abban a pillanatban még nem is volt letudva az egész válás, még nem volt, nem mondhatta, hogy most visszakerült a családjához, vagy valami ilyesmi. Tehát a helyzet még mindig kellemetlen volt. Tehát a jó hír az, hogy Ádám esetében teljesen helyre jött, és a könyv írásakor írták az írók, hogy különben teljesen boldog életet, egy teljesen boldog életre aztán került Ádám, hogy pontosan mi történt azután nem tudjuk, de a lényeg az, hogy megjavult az élete. Soha nem fog megint, tehát Ádám abba a sötétségbe visszaesni, ami után megtanulta az igazat mondani magának, és ez nekem is nagyon sokat segített. Mióta megtanultam ezeket az elveket és használom, látom, hogy nehezebben esek vissza rosszabb szokásokba. Nem azt jelenti, hogy nem történik meg, azt jelenti, hogy mikor megtörténik, tudom, hogy kezeljem a helyzetet, hogy mit mondjak magamnak, hogy kerüljek vissza egy jobb, pszichikai, pozitívabb állapotba. Tehát, miből is áll, és sajnos itt kicsit rossz sorrendbe tettem a szlájdokat. A lépések a gondolkodás javításához. Három lépésből áll, nagyon szimpla. Az első az, hogy fedezd fel a téves nézeteidet, vagy tévhiteidet. Ez azt jelenti, hogy időnként kell gondolkoznunk azon, hogy mit gondolunk, vagy mit érzünk, vagy milyen hozzáállásunk van, vagy milyen képeket látunk felvetítve a fejünknek a vásznára. Tehát én azt mondanám, hogy itt ezt az egészet le lehetne rövidíteni egy szóra, és pedig felfedezés. Második pont, távolítsd el őket, vagy eltávolítás. Tehát ezt úgy tesszük, hogy konkrétan elkezdünk harcolni ellenük. Azt mondjuk, hogy ez nem igaz, és nem fogadom el. És a harmadik pont, helyettesítsd a téves nézetedet, vagy tévhitedet. Tehát felfedezés, távolítás és helyettesítés. És a harmadik lépésnél van az, amikor be kell hozzuk az igazságot. Tehát felfedezzük a habis gondolatot, eltávolítjuk, harcolunk, vitatkozunk vele, nem engedünk neki, hogy ő mondja nekünk, hogy mi az igazság. Azt eltávolítjuk és betesszük helyébe a helyes gondolkodást, vagy az igazságot, amit van, amikor a Bibliából merítünk, vagy más élettapasztalatból jövünk rá, hogy különben az volt a helyes megközelítés, vagy az volt a helyes dolog abba az adott helyzetbe. Ha ezt rendszeresen tesszük, át tudjuk formálni a gondolkodásunkat, és gyakran az a hatása van ennek, hogy majdnem pillanatokon belül már rossz, vagyis jobban érezzük magunkat. Tehát miután eltávolítottam azt, ami miatt szorongok, vagy ami miatt negatív érzelmeim vannak, azután nagyon gyorsan az érzelmek adaptálódnak, és jobban érezzük magunkat megint. És Marcus Aurelius volt az, aki ő is önmaga erre rájött. Kb. 150 évvel Krisztus után élt ez a nagyon híres római személyiség. Sajnos ő nem szerette a keresztényeket, ez mondjuk egy negatívuma volt az ő életének, a történelmének. De ennek ellenére ő is látta ezt az igazságot, és ezt írta az Elmélkedések című könyvében. Az elmét fölött van hatalmad, nem a külső eseményeken. Ismerd ezt fel, és megtalálod erődet. Tehát az elménk fölött van hatalmunk, és nem mindig a külső körülmények között. Amit én mondok magamnak az elmémen belül a külső körülményeken, azt már én tudom eldönteni. De az, hogy pontosan mi történik, nem mindig tőlünk függ. Vannak mások is az életünkben, és van, amikor az ők döntéseiknek a levét szívjuk. A valóság az, hogy különben sok száz évvel azelőtt, már mint Marcus Aurelius előtt, Isten már a gondolkodás és a létünk közötti kapcsolatot rég hirdette. És ezt látjuk Példabeszédek 4.23-ban, ahol azt írja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És ma reggel is a szívről volt szó, azonban egy
egy Biblia tanulmányozás során rájövünk, hogy a szív a Bibliában különben az elmét jelenti. Mert például, hogy elolvassuk Mózes első könyvében a 6. fejezetet, azt írja az özönvíz előttiekről, hogy szívüknek minden gondolata csak gonosz volt. Tehát a szívvel gondolkoztak. A régi gondolkodásba a gondolkodás, az elmének a székhelye a szív volt. Tehát mikor a Bibliában a szívet olvassuk, gyakran gondolkozzunk arra, ami most már az, mondjuk az agy lenne. Úgyhogy mikor azt írja a példabeszédekben, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, akkor őrizd meg az elmédet, a gondolkodásodat. Hát arról van szó, mert abból indul ki minden élet, és ez igaz. Minden élet, minden, amit mi tapasztalunk az életben, innen indul ki. Hogy fogom fel a dolgokat? És a Biblia ezt leírta sok száz évvel Salamon által, mielőtt Marcus Aurelius ugyanarra a dologra rájött. Isten minket nem érzéstelen robotoknak teremtett, és dús mentális, érzelmi és fizikai energiánk van. Ez a valóság. De amíg ezekben irracionális hamisságok vannak, nem fogunk tudni teljesen boldogok lenni. Ha ezeket kitaszítottuk és helyettesítettük az igazsággal, akkor tudjuk elérni a bővölködő életet, amiről Jézus beszélt János 10:10-ben, azt hiszem. Azt mondta, hogy azért jöttem, hogy adjak nekik életet, és hogy bővölködjenek. Tehát azért, hogy tudjuk ezt a nagyon dús, jó életet tapasztalni, jó kell legyen a belső világunknak a klímája, az atmoszférája. Sok ember van, akinek traumás gyerekkora volt, és sok szakértő úgy tartja, hogy fontos a múltjában ásni, hogy találják meg a megoldást. Sok pszichológus ezt szokta tenni. Na most az igazság az, hogy az érzelmeinket nem a rég elmúlt események a gyerekkorunkban, vagy a jelen körülményeink, eseményeink okozzák, hanem az, amit mondunk magunknak azokról az eseményekről. Ezt már elmondtam. Tehát legyen a szavakban, hozzáállásban, vagy belső képekben. Habár fontos lehet tudni, hogy a gyerekkorban mi történt, nem ez fogja megszabni, hogy te hogy érzed magad most, vagy hogy én hogy érzem magam most. Az fogja megszabni, hogy én azokat a dolgokat, amik már megtörténtek, hogy dolgozom fel. Habár fontos lehet tudni elemeket a gyerekkorból, nem ez a kulcsfontosságú dolog legtöbb ember esetében. Miért lehet fontos mondjuk megvizsgálni a gyerekkorunkat? Három ok miatt. Az első az, hogy felfedezzük, hogy a gyerekkorunkban tanult téves nézeteket vagy tévhiteket. Van, amikor a tévhiteink nagyon-nagyon sok ideig visszamenőleg voltak megtanulva. És átgondolva a gyerekkorunkat, van, amikor arra jövünk rá, hogy különben kb. Annyi éves lehettem volna, amikor elkezdtem így gondolkozni. És felfedezzük, hogy honnan ered a téves gondolkodásunk. Ez az egyik ok. A második ok az lehet, hogy felfedezzük a téves nézeteket vagy tévhiteket eseményekről a gyerekkorunkban. Tehát a két dolog egy kicsit más. Az egyik maga a gyerekkorban tanult tévhit, a másik az, hogy valami történt a gyerekkoromban, és helytelenül dolgoztam fel, és a helytelen feldolgozás miatt én annyi éven keresztül téves dolgokat hiszek arról az eseményről is, meg az életről. És amikor felismerem azt, hogy én helytelenül dolgoztam fel egy eseményt az életemben, akkor megint meg tudom változtatni a hozzáállásomat. És a harmadik ok az, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen volt az önbeszédünk akkor, és milyen az önbeszédünk most. És van, amikor rájövünk arra, hogy gyerekként helyesen gondoltam, vagy dolgoztam fel valamit, és valahol a felnőtt korom során elveszítettem azt az igazság fonalat, és valami helytelennel helyettesítettem. Tehát hasznos lehet a gyerekkort elemezni, azonban mindenek végén, ha ezekre rájövök, de itt fenn nem változtatok semmit, abszolút haszontalan a gyerekkort megvizsgálni. A gondolatunk és a gondolkodásunk, az érzelmeink, azok biokémiai alapon vannak. Ahogy érezzük magunkat, ott vannak ilyen agyi hormonok, neurotranszmitterek, úgy nevezik őket, és azok alapján érezzük magunkat, ahogy érezzük magunkat. És meg tudjuk változtatni az agyunknak a biokémiáját az alapján, hogy hogy gondolkozunk. Ez egy nagyon-nagyon csodás dolog, tehát hogyha jól kezdek gondolkozni, az agyamban is ezek a valós kémiai
anyagok kezdenek helyesebben működni. Ahogy megváltoztatom azt, ahogy gondolok valamiről, az megváltoztatja azt is, hogy hogy érzem magam. Na most, ez az egész, amit mondtam eddig, ez mit jelent? Csendben kell-e ülni egy kellemetlen helyzetben? Ez a másik véglet, hogy valaki azt fogja leszűrni abból, amit mondtam most, hogy be kell fogni a szájunkat, s kell tűrni. De nem ez a lényeg. És nem is ezt akarom, hogy ezzel marad, vagy nem azt akarom, hogy ezzel maradjatok. Különben ez is önmagában egy tévhit, hogy mindig csendbe kell szenvedni. Ez egy abszolút nagy tévhit, és ez nem az igazság. Van, amikor a körülményeken kell változtatnunk. Nem csak azon, amit mondunk magunknak. Tehát van, amikor itt is probléma van, és ki kell cseréljem a gondolkodásomat, de van, amikor maga a körülmény is problémás, és a körülménnyel is kell foglalkozzak. Azonban nem kell engedjem, hogy az a negatív körülmény engem uraljon. Itt az a lényeg, hogy vannak olyan körülmények, amiken tudok változtatni, és ott kell változtatni. Mert Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy mi céltalanul szenvedjünk. Az életben van elég szenvedés, és van szükséges szenvedés az életben, de van szükségtelen szenvedés is, értelmetlen szenvedés. És azokat az értelmetlen szenvedéseket el kell kerüljük, amennyiben lehet. Ha értelmetlen szenvedésnek a folyamata folyik az életembe, akkor közbe kell lépjek, és próbáljak változtatni a helyzeten, hogy ne szenvedjek. Ha például rossz munkahelyen vagyok, és látom, hogy ott nem egyezek a kollégákkal, mindig feszes a hangulat, nincs akivel beszélni, nem szeretnek. Ha imádkoztam, és látom, hogy az Úr nem azt mondja, hogy most még maradj el egy kicsit azon a munkahelyen, akkor abszolút értelmetlen tovább ott ülni és szenvedni. Akkor változtassak a körülményeken, keresek új munkahelyet. Azonban, ameddig találok új munkahelyet, ami történik a fejembe, az nagyon kulcsfontosságú, hogy ne keserítse meg az életemet az a helyzet, ameddig megváltozik. Tehát kérlek, ne avval maradjatok, hogy muszáj haszontalanul szenvedni, csak azért, mert hát keresztények vagyunk, és hát ilyen a keresztény élet, hogy soha nem teszek semmit azért, hogy változzon meg az életem. Nem. Az igazság az, hogy van, amikor kell tenni, és kötelességünk tenni, és van, amikor nem lehet tenni. Mert vannak olyan élethelyzetek, hogyha van egy szomszédom, egy rokonom, egy valaki, aki egy nehéz személy, azon nem tudsz mindig változtatni. Szomszédon még könnyebben, mert hogyha nagyon arról van szó, el tudsz költözni, de nem mindenki akar elköltözni egyből, sem eddig eladod a házat, és találsz újat, addig még úgyis, ha vala szomszéddal kell éljél. Azonban, ahogy mondtam, családtagok vannak, amikor nem mindig passzol velük lenni is, nehéz a helyzet. Ezt az egészet különben, ezt a gondolkodás változtató elméletet úgy nevezik a pszichológiában, hogy gondolkodás-viselkedés terápia. Az angolból használják a CBT rövidítést, Cognitive Behavioral Therapy. A pszichológiában és a pszichiátriában nagyon sok pszichoterápia létezik, de nincs mindegyik bizonyítva orvosilag, hogy valóban működik is. Na most, több pszichoterápia úgy működik, hogy nem engedi a pszichológust vagy a pszichiátert, hogy változtasson a páciensnek a hitén, mert az nem lenne etikus, azt mondják. Tehát a hit, és amit hisz valaki, az egy személyes dolog, az egy személyes döntés, és én, mint egyén, nincs jogom, hogy abba másszak bele. És mivel nem közelítik meg a felfogást, azt, amit hisz valaki valamiről, így lényegében az történik, hogy felismerik a problémát, az okozó problémát, felismerik annak a problémának az eredményét, de képtelenek valamit változtatni a helyzeten. És csak beszél a személy, hogy ez történt velem gyerekkoromban, s ilyen volt az édesapám, s ennyit vertek, vagy így csinál. Tehát a traumákat újra éli megint, azonban nem változik semmi. A gondolkodás-viselkedés terápia, vagy kognitív viselkedés terápiában az a különbség, hogy azok a személyek, akik kidolgozták, nem voltak keresztények különben, de rájöttek, hogy
az egyik kulcsfontosságú lépés abba, hogy egy páciensnek a helyzete, a gondolkodása javuljon az, hogy meg kell közelíteni azt is, amit hisz egy adott helyzetről. És a CBT-nek, vagy a gondolkodás-viselkedés terápiának van egy ABC-je. Van egy A, egy aktiváló esemény, és legtöbb ember, vagy mindegyikünk esetében van egy közbelső B lépés, ami a belső nézet vagy hit. Tehát történik valami, és az a valami átmegy egy szűrőn, és az a szűrő az a belső hitrendszerünk, hogy mit hiszünk valamit egy helyzetről, és azután lesz csak egy eredmény, vagyis a C a következmény. És ezt látjuk Pál és Silásnak a történetében, hogy náluk az aktiváló esemény egy traumás verés volt, egy igazságtalan kezelés, és ahelyett, hogy a C a következmény olyan állapot legyen a bennük, ami negatív volt, amiben szenvedtek, amiben káromkodtak, ahogy szoktak az emberek reagálni, főleg az igazságtalan kezelésre, teljesen váratlan C következmény van, és pedig énekelnek és dicsőítik Istent, és az azért volt, mert a belső nézetük, a szűrőrendszer helyesen volt állítva. És a kognitív viselkedés terápiának ez a célja, hogy az ember az igazságot mondja magának, ami különben a B részt az egész folyamatba közelíti meg. Valami negatív történik velem, de az alapján, hogy én hogy dolgozom fel, és mit mondok magamnak az önbeszédben, a következmény nem kell negatív legyen. És különben így működik a Biblia, így működnek a Biblia igazságok. Mikor valami történik az életben, mi ha betápláljuk a helyes információt, az igazságot, hogy az alapállítása az agyunknak az igazság legyen, akkor a következmény is jó lesz. Nem azt jelenti, hogy nincsenek érzelmeink, időnként sírni fogunk, rosszul érezzük magunkat, így reflexzerűen, de nem fogom engedni, hogy az dominálja az életemet, hanem az igazságot mondom magamnak, fel tudom dolgozni helyesen a helyzetet, és még nehéz helyzetekben is meg tudom tartani a békességemet a Szentlélek segítségével. Volt egy barátom 26 évesen, egy ismerősöm mondjuk, nem voltunk annyira közeliek, 26 évesen meghalt motorbalesetben néhány évvel ezelőtt, és meglepő volt, hogy a temetésen az édesapja mennyire ilyen nyugodt volt, nem volt kiborulva, nem volt, tehát látszott rajta, hogy jelen volt. Tehát a fájdalma, a negatív esemény, ami történt a családnak az életében, nem billentette ki az egyensúlyból. Ugye a Szentlélek segít, hogy tartsuk meg az egyensúlyunkat, de a Szentlélek mindig az igazsághoz vezet. Az igazság persze az Biblia és a Jézus. És mikor ezek vannak betáplálva bennünk, akkor megtartjuk az egyensúlyt, és a C része a folyamatnak nem lesz negatív. Igen, lehet, hogy az édesapja szenvedett belül azért, mert elveszített egy szeretett szemét, de nem kellett úgy átélje, mint esetleg egyesek, akik egy ilyen esetet tapasztalnak, és teljesen szétesik, összeomlik az életük, mikor egy gyereket elveszítenek. Jézus azt mondta Máté 9:29-ben, hogy legyen néktek a ti hitetek szerint. Ahogy hiszitek, úgy legyen. És ez azért van, mert gyakran ahogy hisszük a dolgokat, az oda fog vezetni, amit mi hiszünk egy adott valamiről. Hogyha helyesen hiszünk, akkor célbe érünk, jó helyre érünk. Jézus tiszteletben tartja a nézőpontunkat. Ez nagyon fontos tudni. Ő nem erőszakol senkit, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat. Ha akarunk javulni, ha ki akarjuk taszítani a téves nézőpontainkat, ő lelkesen támogat ebbe, ez biztos. Segíteni akar, de nem tudja megtenni helyettünk. Alá tudom támasztani, hogy Ádámnak a tapasztalata, az enyém is olyan volt. Én miután elkezdtem olvasni a könyvet, elkezdtem leírni, hogy miket gondolok. Nagyon-nagyon érdekes, mikor a saját helytelen gondolkodásodat látod leírva fehér-feketén papírra, úgymond visszanéz a papírról rád a helytelen gondolkodásod. Nagyon érdekes úgy külső szemmel nézni, hogy gondolkozol, és a könyv önmaga azt javasolja, hogy írd le a téves gondolataidat, és az alá írd be a valós, a helyes, az igaz gondolatot, hogy mivel helyettesítetted azt a gondolatot. Én ezt megtettem
nem tudom, hogy hány lapoldalt írtam. Így ahogy olvastam, és láttam az esett tanulmányokat a könyvbe meg van közelítve több fejezet, például tévhitek a kapcsolatokban, tévhitek a haragról, tévhitek, tehát több ilyen fejezet van, és ahogy elolvastam, és felismertem, hogy állj meg, mert ebben én is így gondolkozok, leírtam ezeket a tévhiteket, és beírtam, hogy mi lenne a helyes. És nagyon-nagyon sokat segített. Azután pedig rendszeresen gyakorolni energiát vesz fel, de megéri. Tehát van eredménye, van gyümölcse, jobban érzed magad, pozitívabb vagy, de nem egy ilyen fajta hamis pozitivitás, amit bizonyos ilyen pozitív pszichológiák promoválnak, hogy mindig legyenek csak jó gondolatai. Igen, legyenek mindig jó gondolatai, de legyenek az igazságra, és nem ilyen felhőkastélyokra felépítve. És ez a lényeg ebbe az egész CBT-be, hogy az igazságon forog minden. A Bibliával szeretném befejezni, és pedig néhány Biblia szöveggel. Ez nekem nagyon érdekes volt, mikor olvastam ebbe a kontextusba, az igazság kontextusába ezt a Biblia szöveget, mikor azt írja Pál Filippi beliekbe, hogy továbbá atyám fiai, és persze van itt egy lista, hogy mire gondolkozzunk, az első, amik csak igazak, arra gondolkozzatok. Tehát az első abban az egész sor listába az, hogy gondolkozzunk az igazságra, mondjuk magunknak az igazságot. Példabeszédek 12.5 azt írja, hogy az igazaknak gondolataik igazak, az istentelennek tanácsa csalás. Tehát mi igazak vagyunk. Isten nekünk eltörölte a bűneinket. Az azt jelenti, hogy mi igazak vagyunk. Isten megigazított minket Jézus vérében. Úgyhogy az igaz emberek az igazságot mondják maguknak. Ez azt jelenti, hogy a Bibliára tudjuk építeni az egész gondolkodás módunkat. Zsoltárok 119:59. Meggondoltam az én utaimat, és lábaimat a te bizonságaidhoz fordítottam. Tehát átgondoltam az utaimat, ami történik, a döntéseimet, ami történik a fejébe. Dávid azt írta, hogy átgondolta, és ahol látta, hogy a lába nem jó úton jár, átcserélte az irányt a te bizonságaidhoz, tehát az igazsághoz. És utolsó János 14:6, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem én általam. Tehát Jézusban ezek az ilyen hasznos, tudományos magyarázatok segítenek, de elvégre, hogyha ezek csak elméletek maradnak, nem segítenek. Minden, amit mondtam ma este, az igazságon, Jézuson, a Biblián forog. Ezek meg tudják változtatni az életünket, és az az út, aki megváltoztatja, az Jézus. Én kívánom, hogy mindenki, nem tudom, hogy ti hogy érezitek magatokat. Itt lehet, hogy vannak olyan személyek közöttünk, akik szorongásos problémákkal küzdenek, vagy depresszióval, vagy van ismerősünk. A depresszió most már egy nagyon gyakori betegség, úgy, mint a szorongásos betegség. És ilyen tanácsok nagyon hasznosak lehetnek a mi életünkben és másoknak az életében. Bátorítok mindenkit, hogy próbálja ki, alkalmazza, és ahol látja ezeket a téves gondolkodási módokat az önbeszédében, javítson, és remélem, hogy mindenki fogja tapasztalni ezeknek a pozitív hatását. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, és köszönjük Istennek azt, hogy adott nekünk megérthető megoldásokat a problémáinknak. Amen.